Tőlem minden csapat, volt, minden csapat ellen változott. Majd a Némákatának lett húzni, akik úgy nem feltétlenül neki kell adni, tehát ne folytatni a húzás után. A borítékon még két szerepet is kisorsolunk. Ezzel lehet elvonulni, és 4 perc felkészítési idő van. Először az 1-es a 2-es csapattal fog párbajozni, a 3-as pedig a 4-essel. Minden esetben az a tanulmány, hogy a vitatkozó mindegyike a zsűritől 0-3 pontig szerezhet, tehát 15 pontot szerezhet, utána minden csapat 3 párbajozhat részt, hogy 45 pontot elvezetni. Szeretném felénk nagy egybejültek fideit, hogy kíméletlen moderátor vagyok. Nem az a cél, hogy a másikat ne engedj szóhoz jutni, ezt a zsűri szigorúan fogja büntetni. Mert a nézők ugye, akiknek visszatetsző, hogy egy gyerek személyiség a tévé vitában ugye nem tisztelik. Tehát kérem szépen, ezek után kérem szépen az 1-es és a 2-es képviselőjét, hogy 20-on vagyunk 20. Jó, de valaki tőletek is jön, az 5-ös számú, és ezen belül húzzatok még meg így a szerepét. Jó, húzzálljatok még meg. Az már egyébként leszik azonos. Jó. Az is benne van, nem? Benne van. Jó. Jó, hát fáradtok az asztalatokhoz. Nézzük a szerepetet. Hát a lényeg az, hogy téma két oldalát kell megnyilvánítani a csapatnak. Az 5-ös számú feladatot húzták, senkülék. 2 perc után megyünk húzásra, kérem húzásra a 3-as és 4-es asztal. Még egyszer a vita kultúrán is érdekes lesz a dologban, nem is annyi az, hogy ledumáljuk a másikat a székről, vagy az állóról. Itt fognak majd felállni a vitatkozó felek, és csapatból egy valaki jöhet. Lehet, hogy minden párban más játékos végzi, de egy valaki, nem tilos, se tegyen párban lesz neki. 2 párban után, tehát egyes kettes házs, és után a zsűri lesz a szó, és minden egyes versenyző számít a csapatának, mondta 0-15. Kérem, hogy ennyire hamarosan felvétel lesz, hogy csendben kell megmaradni, mindenkor a versenyzőjén beszélhetnek. Mehet a másik város is. Húzni a gondolkodás lövöletek 2 perc. Egyet húzzatok. Jó, és akkor húzzatok szeretet. Kérem szépen akkor a párbajozó felfelvet. Kedves nézőink, az a témán, hogy az Európai Unió több támogatása, vagy a kutatás fejlesztése, vagy inkább a lemaradó ágazatra számító agrárunió finanszírozása. Tessék, parancsolj! Én a kutatásfejlesztést támogatom, mivel a jövő technológiáját ebben a szekcióban tudjuk biztosítani, és ebben van a jövő irányába irányuló fejlődésnek a lehetősége. Hát ön elmondta, hogy ebben, hogy miben van a fejlődésnek a lehetősége, viszont én azért vagyok a mezőgazdaság támogatása mellett, mert bár igaz, hogy van, amit ön elmondott, viszont az élelmezés nagyon fontos, illetve hogy a gazdák meg tudjanak élni a magyar termőföldből, ugyanis a magyar termőföld nagyon jó minőségű, és ha több magyar élelmiszer kerül a forgalomba, akkor nem kell külföldről behozni. Illetve, mint ugye elmondtam, a mezőgazdaság azért is fontos, hogy ha az embereknek nincs mit enniük, akkor itt él a technológia. Igen, ezt az álláspontot is megértem, viszont a kutatásfejlesztésnek a mezőgazdaságban is nagyon nagy szerepe van, és a mezőgazdaság fejlődése is már a kutatásfejlesztés szekcióban összpontosul, mivel a képesített mezőgazdasághoz újabb gépekre, újabb magukra, ezeknek a
továbbfejlesztésére van szükség, és a kutatásfejlesztés szekción belül lehet ezt az ágazatot is továbbfejleszteni, és ezen belül rengeteg többféle dolgot is lehet még a mezőgazdaságon kívül, ezért szerintem ennek a nagyobb anyagi háttere fontosabb. Köszönöm szépen, de az agrárium fejlesztése különböző uniós országok számára mit jelentene? Hát különböző uniós országok számára akár azt is jelentheti, hogy nem az EU-n kívülről kéne behozni a mezőgazdasági terményeket, illetve az élelmiszert, hanem az Európai Unió belülünkben mozogni ezeket. Igen, és az Unió belül milyen erőviszony van Franciaország és Magyarország? Hát például nekünk pont erre gondoltam, hanem beritelne a termékeket, be lehetne adni Magyarországhoz, például a ciklóta gondoltam, viszont a magyar húzát neki lehetne vinni, akár a Dánokhoz is. Ma már mondjuk ott azért van ilyen, de akár más országokra. Kutatásfejlesztésre itt Magyarországon hogy állunk? Hogy szerepel ez az uniós viszonyunk? Hát Magyarország eléggé elmaradott a szakmában a nyugat-európai országokhoz képest. Viszont ennek a fejlesztése nagyon fontos lenne, mivel ezzel említeni kell előre a gazdaságot, és a jelenlegi világnagyhatalmak is ezzel a potenciállal jutottak előre, és elfordítanak a legtöbbet. Köszönöm szépen, hogy a mikrofont tegyek szívesek a vitatkozó feleket helyezni. Köszönöm. És a következő páros témánk pedig az, hogy vajon hitelből, vagy leasingből érdemesebb egy gépvásárláson gondolkodni. Tehát hitel, vagy leasing. A vitatkozókat kért ide, most is a két pulpitushoz. Tessék, mikrofont ragadni. Tessék. Szóval, szerintem a leasinget alapvetően könnyebb igénybe menni, mint a hitelt, hiszen a hitelbírálatot nagyon nehéz teljesíteni. Továbbá a leasinget szélesebb körben is igénybe lehet venni. Például az operatív leasingnél ez egy tartózbélet, de több is nyitvégű készi leasing is van. És itt a nyitvégénél vannak további választási lehetőségek. Akkor elkötelezünk közvetlenül az elvégül is megvesz felvesz ellen, hanem el lehet dönteni, hogy ténylegesen alapvetően venni a leasingot. A leasingnél viszont 20% önerőt kell fizetnünk, forint alapúnál, deviz alapúnál, euróalapúnál 35%-ot, hitelnél viszont különböző válogathatunk, esetleg olyanoknál lehet is dönthetünk, ahol nem kell önerőt fizetni, és például, hogyha operatív leasinget veszünk igénybe, vagy nyíltvégű pénzügyi leasinget, érezhetjük úgy is, hogy kidobtuk a pénzünket, úgymond, hogyha a végén nem vásároltuk meg mégis az eszközt, így nem került a tulajdonunkba, nem szereztünk tulajdon, csak ott végig is olyan, mintha hiába fizettük volna azt a pénzt. Igen, viszont lehet, hogy képességre a vállalatunknak csak egy rövidebb időre van szükségre a szolgáltatásra erre a gépre, ezért sokkal biztonságosabb a leasinget választani, hiszen olcsóbb és rövidebb időre is igénybe vehetünk. Viszont ha rövidebb időre szeretnéd igényt venni ezt az eszközt, akár utána el is adhatjuk azt, mivel mi tulajdonképpen eladhatom, és ebből tudjuk törleszteni a hitelünket is, és amellett a hitel sokkal elterjedtebb köztudatban, mint a leasing, így valószínűleg könnyebben találhat olyan hitelkonstrukciót, mint leasing. Igen, viszont a leasinggel nem a még a tulajdonjog, ezért a esetleg is a konstrukciót is a leasingben lehet, hiszen az rövidebb. Igen, viszont hogyha mennyi a tulajdonjog, akkor amit már említettem, akkor el is adhatjuk, vagy hát hogyha amortizálódik, akár könnyűen pár év után, mert ennél amortizálódik, ki is írhatjuk, így akár így hasonlóan járhatunk itt a leasinggel. Köszönöm szépen! Gratulálok! Pontosan voltunk mindkét oldalnak a kifejtésére, mert a stúdió vendégeknek mondtuk, hogy nem van egyszer, hogy ez a jó, a másik meg rossz. Tehát nem úgy kellett érteni az egyik eleven hülyeség, a másiknak meg nem fordani, hiszen a helyzettől függően lehet választani közül. De tisztelt zsűri, most következik az első szavazás. Az egyes csapat, itt a pont számát kérem szépen,
Egytől három. Egytől három, igen, igen, összesen 15 pont szerezhető mindenkinek a csapatos számára. Nézzük, tehát az egyes asztalunkról a mezőgazdasági témák finanszírozásának fontosságáról szólnak. Köszönöm, tessék felemelni. Azt mondta 5, még az 9 pontot sikerült érteni, hiszen ez felettől, mint a fedékéget. Nagyszerű. Nézzük a kasszony árbanyozójának a megítélését. Ő pedig a mutatás fejlesztés ügyében szólt, tessék elmutatni. Azt mondta, hogy 5, meg a 13 volt. A 3-as asztalunk következik. Itt pedig ugye a hitel mellett szóló a 3-as asztal képviselő vizéknek szemben. Igen. 3. Elnök úr és kapott számára. Aztán 94-13 volt, és a 4-es asztal. 4-es asztal, én kérem szépen. Hú, ez így fogsz, hogy számára 515 volt, szerintem. Bogárban kapott szépen. Jól szeretett a csapat nevében. Milyen szépen hajt a zsűrihez hozzá, főzőhoz, hogy mehetünk a következő lábbalra. Jó, akkor kérem szépen az egyes csapat és a hármas csapat rá a gajtőtel. Húzzátok és szerepeteket benne, és vissza lehet vonulni az asztalhoz. Hitelkártya használata vagy el? Az egyik szereplő mellette, másik ellene fog szólni hitelkártya, amiben 4 percek az alkotásnél. Most is 2-nél pedig a 2-es és a 4-es asztal párbajozói húznak majd témát. Ugye látható, hogy a játékban megint különböző nézőítetetteknek a témáit fogok megbizatni informált szertállítással. Jelenben a 2-es, 4-es húzzatok egy vitatémát. Kérem szépen az 1-es, 3-as tárgyalói résztvevőit. Hát emlékeztek, hogy a hitelkártya használata mellett, illetve az ellenszemben a jelöket ütünk. Tessék! Tényleg tudatosan
kártyázásához vezet, és betéti kártya helyett használatával esetén pedig könnyen követhető az, hogy az ember annyi pénzt kölcsön, amit maximum elvárt, amit van egy később. Köszönöm szépen, hölgyeim! Tessék, amikor fogsz nézni! Kilépni vagy nem lépni, ugye kilépni Brexit témában, ami kilépés ellen vagy mellette. Ha olvasatok is, akkor látszik, hogy eléggé keményen megerősödtek a szélsőséges álláspontok a közös alapjukban. Igen. Én egyértelműen a kilépés mellett állok. Elsősorban azért, mivel ugye Anglia a második legnagyobb befizető az Európai Unióban, és ennek csak ugye a töredékét nagyon-nagyon keveset adunk vissza támogatásba. Ezért tulajdonképpen nem éri meg nekünk bent maradni. Mit gondolnál róla? Én alapvetően azt gondolom, hogy igaz, hogy többet fizetünk be, de valamilyen szinten ez nekünk azért pozitív, mert az ilyen kohéziós támogatásokkal a saját keleti felvevő piacunkat erősítjük, ugyanis Európai Unió jelentős mértékű termékeket exportál az Európai Unió egyéb államaiban. Ebben van igazság, viszont én alapvetően úgy gondolom, hogy eleve hibát követett el az Európai Unió azzal, hogy olyan keleti államokat bevett magához, mint például Románia, aki sokkal szegényebb, így rengeteg támogatást kell az EU-nak adni, hogy felzárkózhassanak. És ezt miért pont Anglia fizesse annyira? És amúgy is egy másik nagy probléma, hogy ezekben az országokban, mivel ugye szegényebbek, nagyon sok bevándorló érkezik hozzánk, akik akár el is vehetik a britek munkáit azzal, hogy őket olcsóbb foglalkoztatni. Véleményünk szerint éppen ez az, hogy a politikai és érzelmi döntés volt ez az egész Brexit, és az emberek nem számoltak a várható gazdasági következményekkel, mint például a font elinflálódása, illetve a GDP gyengülése, a GDP csökkenése. Nagyon a növekedési megállásánál legyen mondva. Illetve maga a propaganda is befolyásolhatott, hiszen ez sokkal inkább érzelmi döntés. Viszont én úgy gondolom, hogy Anglia mindig is egy hatalmas gazdasági hatalom volt, és nagyon könnyen tudott kereskedelmi kapcsolatokat létrehozni. Szóval miután kilépünk az Unióból, szerintem ugyanúgy nagyon hamar vissza tudnánk építeni az összes kereskedelmi kapcsolatunkat, mivel az adott országoknak is ez nagyon fontos, hogy velünk meglegyen a kereskedelmi kapcsolata. Ezen kívül... Igen, viszont ekkor ütközünk a vám problémáival, ugyanis a kilépéssel jelentősen megnőnek a váma, amivel Anglia exportja összeesik. Mivel megaráznak azt, hogy Skócia is elkezdett mozgulódni, esetleg ők nem maradnak? Hát ez egyértelműen a kilépés ellen szól, ugyanis a skótok elszakadása a britektől rendkívül negatívan hatna összességében a kilépésre. Hát én abban egyetértek, hogy a skótok elszakadása a britektől az maguknak, a skótoknak is rossz lenne. Köszönöm szépen, hogy a skótdöntében sosem érzelem rejlik, úgyhogy nézzük ide a mikrofonokat. Köszönöm szépen, hogy mondanak a helyet. Ez hiszen visszajöntet a sokféle lamentálás, ami elkült az intézmény. Hamarosan a 19 nyarára ugye meg kell fejezni ezt az eljárást, és kormányról lavasolt. Kérjük tisztelet a zsűri pontszám, hogy először az 1-es osztalét. Az 1-es osztalnál a hitelek átjával való tudatosságra jutottani a partner, és a magyar tudatosság amikor szólott. Igen. 9, 10, 12 pontot sikerült szerezni. A 2-es osztalunk, ő ugyanaz a Brexit ügyében angol kilépés mellett érvettek. Tessék tanácsolni elmutatni. 12, az 14 pontot sikerült szerezni. Most megint visszamegyünk erre a bizonyos hitelkártya ügyre. Hitelkártya mellett szólott a 3-as csapatunk, aztán a mellett víz a hitelkártya felhasználó bölcsességében is. Egyetlenül mutatott
ha jól foglaltam össze, hogy emlékeznek jól tessék bemutatni, 4x2 az 8, szerint ez 9 pontot sikerült üteni, és végül a 4-es csapattal, akik a Brexit ügyében a jobb lett volna bennmaradni pártján szólott a csapat képviselője. Igen, kérem szépen. Hát ez 5x3-15. Megjelentünk hozzá. No, hát kérem szépen az utolsó párbajt érkező, az 1-es és a 4-es párbajozik, majd a 2-es és a 3-as is, mindenkivel megnyílt helyzetet áll elő. Fanni, 4-es áll tisztán. Démát. Öngondoskodás, akkor állami és egészségügyi mindent megfoglalkozik. Ez minden fognak majd érdekel a visszelőt. Én 4 percet gondolkodhatlak. Nem feltétlenül annak kerültázni, nem egy húzott. És 2 perccel feltétlenül kapja a kettőst, és 3-as osztással van majd témát. Hogy milyen állami hozzáadáshoz juthatnak, nem? Hát igen.
meg valamit emlékeznek. Tehát sikerült egy kisebb tőkét felhalmozni, az egyik úr pénzpiaci, a másik pedig a tőkepiaci befektetési javasolja. Mi az, amit fontosnak tart, mi az, ami
úgy igazán egy említéssel írtunk, hogy a hármas asztalban nem kezdett ötvözletünket és ott húzni. Itt most a gondolkodási időnk, az rendszer szerint megyünk majd, három perc lesz, és utána húz majd a következő csapat is. Kérem szépen a hármas asztalunkat, hogy ismertessek meg a cikknek a lényegét, amelynek címe az volt, hogy háborút indít a Magyar Nemzeti Bank a változó kamatozású lakáshitelekkel. Ezen a cikkben a Magyar Nemzeti Bank a elnöknek egyik bejelentését olvastuk. Ezt a Magyar Nemzeti Bank az a véleménye van, hogy a hazai kereskedelmi bankok nem tennék mindig nem tudom, a 2008-2009-es devizaválságból, és az alelnök azt jelentette be, hogy létrehozzák a minősített fogyasztóbarát lakáshiteleket. Ennek az a lényege, hogy ehhez, hogy ide forduljanak azok, akik devizahitelt változó kamatozású hitelt szeretnének felvenni. Fontos előnye is lenne. Az egyik az, hogy fokozná a piaci verseny, hiszen a kamatok ennek köszönhetően lecsökkennének. Másrészt pedig népszerűsíteni kívánják a fix kamatozású hiteleket. 52 kereskedelmi bank csatlakozott ehhez a szerveződéshez, és egyik fontos előnye lenne az is, hogy a forintalapú hitelek hamarabb felvehetővé válnának, 15 nap lenne csak a hitelbírálat és a folyósítás ideje, még további két napot lenne igényben. Hogyha hazánk lakosság hitelállományát vizsgáljuk, akkor pedig azt állapítjuk meg, hogy még mindig a rövidőfutam idejű hitelek vannak szükségben, hiszen 40% az év alatti futam idejű hiteleknek az aránya, köszönöm szépen! A mikrofont adhatjuk a négyes asztalhoz. A négyes asztal pedig azt a cikket ismerteti egyes, tehát hogy megmagyaráznák az EU közös költségvetését, ez a portfóliónak úgy jelent meg, az MD-i közeljében 17 momenterében az aktuális cikkorítés. Alapvetően arra szól a cikk, hogy Antonio Tajani, az európai parlament elnöke, azt mondja, hogy mutatta, hogy 140 milliárd euróról 280 milliárd euróra kéne növelni az Európai Unió költségvetését. Ez pedig továbbá a Brexit kapcsán egy 60 milliárd eurós kérdési számára kifizetni a britekkel. Ez annyi dolgokon felépítésben, hogy a bevándorlás ellenőrzése és a terrorizmus elleni valóterekből is kommerszegeket emész fel. Továbbá egy nemzetközi migrációs válság miatt van, ami közlekedni is Afrikában anyán, és amiket képessége várható, hogy 2050-re megduplázódik. Ezt a duplázás pedig nem a jelenlegi, ugye jelenleg 1%-ot kell a jelenlegi Mindenországnak befizetnie, és ezt nem ennek a legszerszerű befizetését, nem az országok osztályozásának emelésével növelnék meg, hanem a tőzsdei utazásokról megoldóztatásával jelenik el. Jelenleg a Európai Unió hírásaiból 73% a strukturális kohéziós támogatása, emésztik fel, 13% a közlekedés, 6% a működési irányítás, illetve csak 2%-ot emészt fel a biztonság, ami a jövőben nagyobb hangsúlyt kéne fektetni. És ezt a 2021-es új európai költségvetési ciklusban kéne bevezetni, a jelenlegi 14-től 20-ig tart. És Antonio Tajani a francia elnök javaslatát sírt el, aki különböző adónemeket akart és bevezetni. Köszönöm szépen!
innen cikket kérek. Jó? Hányas számuk voltatok? Hangos közlemény veletek 11 októberben újra 6 milliárd felett a befektetési adatok vagyoka. Ez a cikk címe. Parancsolj! Ezt a cikket a Babosz a szeptemberi adatok alapján készítette el, amikor is a befektetési alapok vagyona gyűlt. A tőkeáramlásban függik a pénzpiaci alapok, a kötvény alapok és a tőkevédett alapok összegenő. A tőkebeáramlásban azonban az összes kategóriában illeszthető ez a növekedés összesen 58 milliárd forinttal nőtt az összvagyon. A pénzpiaci alapok vagyona ennek ellenében csökkent. A kötvény alapok pedig tőkét voltak ki, amely tőkétterű távú kötvényeknél látható. A vegyes alapoknál jelentős beáramlás történt, és ez 3,5%-os növekedés jelent. A részvény alapokban viszont 6 milliárdnyi tőke érkezett, így a részvény alapok vagyona 3,1%-kal növekedett, és ezt mindössze egy hónap alatt sikerült elérni. A tőkevédett alapból 6 milliárd tőke távozott, de az abszolút alapokban 10,2 milliárd tőke érkezett, így a vagyonnagysága 2%-kal nőtt. A származtatott alapokban 10 milliárd forint haladta meg a visszaváltásokat is, ez nagy változás eredményt, ami 6,6%. Ezen kívül az ingatlan alapban 20 milliárd friss tőke jött, és ez egy pozitív hozamot eredményezett. Az áruházi alapoknál is pozitív volt a hozam, így pedig 9%-kal nőtt. Köszönöm szépen! Igen. Cikket elkapom. És ki fog szólani? Kancsolj! Nos, a cikkünk igazából a részvénypiac teljesítéséről szólt. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a részvénypiacok optimisták. Egyrészt, mivel az alapkamat is kicsi, másrészt, mivel a kötvényekre is elég kicsi mostanában a kamatok. És ezért, mivel ugye kisebbek a kamatok a kötvényekre, nagyobb kockázatokat is vállalnak mostanában az emberek. Ezen kívül stabilak a fundamentumok, valamint a részvénypiacok emelkedő tendenciát mutatnak. Elmondható továbbá, hogy elég szép számok látszanak, és jó profitokat, sok profitot várnak az ebbefektető emberek. Ettől még általában a részvények drágák, viszont ha, ahogy a cikk mondta, nagyítóval keresünk, lehet találni olcsókat is. Egyelőre még az is befolyásolja a kilátásokat, hogy ki lesz a következő Fed elnök, erről szólnak is találgatások. Aztán még olvashattam benne, hogy van, aki a közeli, például osztrák vagy hazai részvényekről lát fantáziát, elsősorban azért, mert itt stabilak a fundamentumok, viszont vannak, akik a defenzív alapok mellett érvelnek. Idén eléggé könnyű volt profitot is elérni, ezen kívül nőtt az alternatív eszközök népszerűsége is, alternatív eszközök alatt itt főleg a magasabb kockázatú termékeket értjük. Viszont a részvényekre is ugyanúgy maradt azért a nagy kereslet, és a hedge fundoktól egy kicsit lemaradt a többi ilyen pénzpiaci termék. Nagyjából ennyi. Köszönöm szépen! Kapsoljuk meg a versenyzőinket, és minden gyakorlatilag a sajtó szerint összetett cím, és akkor a lényeget kellett kiszűrni, hogy ez mennyire sikerült, ezt mindjárt a zsűri döntés a fogja visszaigazolni, hiszen most is egyenként a zsűri gondozhat 1-5 pontig. Mentünk a sorrendjében. Nézzük az egyes asztalon pont számát. Igen. Felejtszétek találni. 24 pont, kérem szépen. Jó. Kettő.
Rökködnek a hozamok, mondta a cikk kettes asztalunknál, és rökködnek a pontok számszerűen is van. Arról beszélt, hogy a MNB a választott vonatkozású lakásoknak kellett száz síkra. Igen, és végül az EU költségvetésének megduplázásáról szólt a négyes asztalunk. Itt is kérem a pontszámokat. 19 pontot sikerült gyűjtenünk. Ez az egy legérdekesebb a következő, hiszen nem véletlenül vagyunk ezen a helyszínen. Széchenyi Ferenc, és érdekes, hogy másik írja le, hogy a két évvel érdekel Széchenyi, fog Széchenyi István, hogy az elkerül Széchenyi. Abszult. Most 2019 arany érve volt abban az adományban, 1802 katalin napjában is majd a 25-én a nemzet javára adományos őrbe is visszavonhatatlanul. Hatalmas vagyok volt ezt esélyben az emberkezésségi könyvtár napja, és a kiparművészet tudom, és a szépművészet is, és nem nagyon volt vele a Széchenyi könyvtárnak a népfelékete is. Ebben az évben egyébként még emlékezzük meg, 1836-ban fogadták el törvényben az erre vonatkozó költségeket és a fedezetet, és 1847-re már kész is volt az évben, bár a Kollár Mihály, mondhatjuk, hogy kicsit újítva az osztrák származású magyar építésznek a jóhoz. Még az így született és elment ez a magyar származás, tehát egy osztrák származású magyar Kollár Mihályról van szó, hiszen ő építette a Deák-téri templomot, vagy éppenséggel a Sárkorban, ott állt a Várakon. Igazán tűnik azt is leépületeket emel, amilyenhez is. Egyetlen legendára azonban kell szólni, hogy téves volt, nem mondta a nemzeti parlament itt a lépcsőn, Kövéki Sándor, de beszédet mondott a népülésen, mert akkor is el kellett magyarázni a 12 pontot az embereknek. Tessék figyelni, tudták a fiatalok, hogy nem elég ezt kiáltványba elkiáltani, mellékre tenni az érveket, és többek között a 9. pontjában a Magyar Nemzeti Bank megalapítását is követelték. Nos, innentől kezdve tehát következik azért izgalmas adat, mert Tóth Csaba, muzeológus, numizmatikai szakértő voltából kézbe vehetjék meg azokat a pénzeket, amelyekről játékunk szól. Most is politikus húzunk, most a 4-es osztal fog kezdeni, mert ők még nem kezdtek ilyen játékot. A zsűri ezúttal is fejek egy nullától ötig pontozhat majd, amikor végére jöttek valamennyire. Itt a kézbe egy ábrázolás és pénz is kerülhet. Kérem szépen az hányos számú pusztákon. Hányos számú sikerült? A kettes számú pusztán csapattán történelmi részét. Itt is megvalóan, hogy szakértő a zsűri munkhoznak, hiszen van történeti szakértők és a numizmatikai szakértők. Ők majd elmondják a véleményüket, hogy segítsék a zsűri döntését. Itt is láncszerűen haladunk, ugyebár a gondolkodás időnk most 5 perc, de mindenkinek biztos nem van ezt az 5 percet akkor is, ha nem beszélte végig az idejét a csapat. Nekünk az Amerika felfedezésének hátterét és főbb gazdasági következményét kellett bemutatni. Columbus Kristó 1492-ben fedezte fel Amerikát, véletlenül ő Indiába akart eljutni, Indiába akart egy jobb kereskedelmi utat találni. A felfedezésének hára Európában rengeteg arany és ezüst áramlott be, továbbá további sok nyersanyag, valami dohány, burgonya és paradicsom. Felfedezéseknek a fő motivációja
az alapvetően az volt, hogy Európában a nemes fémek kezdtek kimerülni, de szükséges volt a kereskedelemhez, és új, például arany lelőhelyeket akartak találni, és ekkor mi viszonylag gazdag voltam ennek az arany lelőhelyekben. A telepesek az ott lévő bennlakó indiánokat leigázták, és Európában rengeteg új termény érkezett, például a burgonya, korica, paradicsom, dohány, tehát gazdagította Magyarország, és hát Európa mezőgazdaságát. Emellett, mivel így alakult ki a világkereskedelem, tehát most már nem csak Európán belül kereskedtek, hanem az árujokat kivihették a harmadikra is. Továbbá az aranyáradás következtében a nagyobb gyarmatosítók, például Spanyolországban visszafelőlött az ipar, ugyanis ebben az időben, amikor rengeteg aranyok volt, akkor mindent aranyjal vettek meg, ezáltal az ipar megfelelődött olyan gyorsan. És később az ipari forradalom nagyon kedvező volt a gyarmatosítók számára, mert a gyarmatok nagyon nagy felhőpiacot biztosítottak a gyarmatosító birodalmak országok számára. És egyébként az ilyen ipari szívbólból látható. Köszönöm szépen, azért messze nem menjünk időben. Van még a pénzről mondatotok valami? Ami az ősi inka birodalom szívbólóan mai tartalmaz. Köszönöm szépen, és akkor tovább állok. Kérem szépen, mert hallgatnak a szakértők, mint minden ilyen megszólalást, tehát mondjam körül, amiket a majdosügyi mondhoz hányas feladat és mennyődött van, négyes feladatot húzta az egyes asztalon. Ezt a vézért Félix György, király, bocsánat, aki 1827-ben, itt fel van tüntetve az is, hogy mutassuk a ipari forradalom vívmányait, gazdasági fejlődését. A vívmányai közé tartozik a gőzhajó, gőzmozdony, illetve a gőzmozdony megjelenésével a vakavasúr fejlődése is, és több gőzmeghajtású gép keletkezett, például gőzgépnek szivattyúzták ki a bányából a feltörekvő vizet, ami a Angliában előtt jelentett, ugyanis ott szenet találtak, és ez a szén, ezt meg felhasználták a gőzgépek működésében. Ugye a gőzhajó és a gőzmozdony megjelenésében a kereskedelem is fejlődött. Ugye a gyárak termelését megkönnyítették a gőzgépek, ezáltal a termékeket a világ többi tájára is el tudták juttatni. Ebben az időszakban figyelhető meg az urbanizáció is, amikor a parasztság, ugye a földművelők a városokba mentek költözni, és ugye ezzel a munkaerőt szabadítottak fel, így a gyárakban több embert tudott foglalkoztatni. A pénzről még szeretném elmondani, hogy hát nem írja, de szerintünket aranyból készülhetett. Ugye, hogy már hogyha aranyból is készül, akkor mutatja a brit gazdaság fejlődését is, hogy tartós pénzt verettek, ugye ennek még volt fedezete, oldala recézett, hátulján pedig a címer nem látható, a brit birodalom címere. És akkor még itt megjöttem. És köszönjük ennyit. Köszönöm szépen ebben az összefoglalót. Igen. Igen, jöttök és hát, és ez az egyes. Mi Esmélyadi Mátyásnak a pénzét húztuk, meg a gazdaságpolitikáját. Ezzel az aranypénzzel, ez egy értékálló aranypénz volt, elején Szent László látható, és egy felirat, hogy Matthias Rex, ugye Mátyás királynak az aranypénze volt ez. Hátulján a Magyarország védőszentje Szűz Mária látható, és akkor egy kicsit beszéljünk Mátyásnak a gazdaság politikájáról. Leváltotta a kapuadót egy úgynevezett füstadóra, mivel a kapuadót jobbágyi telkenként kellett fizetni egy-egy kapu után, ugye?
És volt olyan jobbágytelek, ahol egy telken több család is élt, tehát többfelé osztották ezeket a telkeket, akkor is csak egyszer kellett megfizetni ezt az adót. Viszont Bátyásnál minden egyes jobbágy családokért behajtották ezt az adót. A 30-ad vámot is eltörölte, és egy koronavámot hozott helyette létre. Ez azért volt szükség erre, hogy a 30-ad vámoló mentességet szerzett kereskedőket is meg tudja alkoztatni. Valamint rendszerű adóadókat is vetett ki évente legfeljebb kétszer, viszont ehhez a rendeknek a megszavazására is szüksége volt. Ezek együtt a füstutó és a rendkívüli adóadó családokért 1 forintot ért körülbelül évente. Mátyás idejében volt a legstabilabb a magyar gazdaság, és akkor volt a legnagyobb bevétele. Olyan 700 ezer forint körüli bevétel volt, amikor a kivagasó volt, hiszen előtte utána való átlag az 250 ezer forintos éves bevételt jelentett, tehát ez majdnem a háromszorosan. Az akkori nyugat-európai országokhoz képest is bőven kiemelkedő volt ez a szám. Szükség is volt rá, hiszen a török fenyegetettség miatt folytatta a végvállalat kiépítését, és fekete sereget hozott létre, ami egy nagyon komoly vadászfegyvereket használó sortos hadsereg volt, ez évente több mint 200 ezer forintot emésztett fel. Fejlesztette a kereskedelmet, ugye a vámok miatt az ország belseje fejlődött inkább, mint hogy a határmenti városok, ekkor indult meg igazán Budának a fejlődése, viszont még céhek voltak ebben az időben, Budán 12 cég volt Mátyás korszakában, és ezek a céhek már inkább családi vállalkozásokként üzemeltek, tehát egy-egy céget, egy-egy család irányított, és azért is volt az olyan visszavető, mivel már az újoncokat nem akarták mesterekké avatni, hogy a családi vélbe induljon fel a cégekkel belül. Később, Mátyás után már nem kezelték olyan jól a török veszélyt, mint az ő idejében. Ő önjelölt cseh király is volt, Bécset is elfoglalta külpolitikai sikerként, viszont Német-Római császárnak nem választották meg. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, Tehát a feladatunk az Anglia és az Észak-Amerikai Gyarmatok közötti feszültséget, majd a függetlenséget követünk a gazdasági fejlődés sorsában. Tehát a 18. században függé gazdasági indokok miatt voltak a feszültségek az amerikai gyarmatok és Anglia között, hiszen az angolok túladóztatták a gyarmatokat, nagyon magas adókat vettek ki, többek között bélyegadók, a csárak vettek ki nagyon magas adót, és ezen kívül pedig előlehetetlenített még a karibi háromszögben zajló kereskedelmet, valamint az államok nyugati terjeszkedését, ami ezután ugye az ismert osztrákkal délutához vezetett, amiután csökkentették az adóterheket, azonban a függetlenségi háború így is megnyugásra került, és ugye a gyarmatok győzedelmeskedtek francia segítséggel. Ezután a nyugdíjra után már független a 13 darab szövetségi állam megkezdhette gazdasági fejlődését, saját pénzt vezethetője be a dollár. Ezen kívül pedig ugye, miután megszabadultak az angoloktól, tovább terjeszkedtek a nyugati irányba, ezáltal állam is került még a szövetségbe. Első piaca pozitív hatással volt az ipar fejlődésére, valamint az ipari forradalom során nagyon gyorsan fejlődések így voltak. Ezen kívül a déli területeken termelt tomány, valamint gyakor, nagyon magas hasznot tudott hozni az államokban. Köszönöm szépen! Hát végül érkezett a nagy történelmi kalandozás. És akkor szólítom szakértőinket, érdek hallgatom egy-egy percben. Először is szólítom dr. Horváth Ilona mester tanárasszony, a Magyar Történelmi Társulat tanári dolgozata elnökségének tagját. És szólítom dr. Csabát, a numizmatikai szakértőket. Kérem szépen, és köszönjük, hogy kézbe vehettük ezeket a fantasztikus tárgyakat. Igazán kreatív megoldások voltak, kellett hozzá azt hívni,
asszociációs készség is. És hát kellett hozzá egy ilyen fontos ismeret, amit és akkor azt hiszem, hogy külön minden egyes csapatoknak, hogy mondom, a gazdaságtörténeti rész, az egyes, a négyes csapat volt az első. A földrajzi felfedezések hátteréről kellett beszélni, és gazdasági következményeiről. Szerintem nagyon-nagyon szépen elmondták az előzményeket, talán a török expanziót, amit megemlítettem volna, és egy fontos oka volt a földrajzi felfedezésnek, de sok mindenről beszéltetek ügyesen, illetve hát annak következményeiről is, és Magyarországot kiemeltétek. Az ipari forradalmat egy picit időben előbbre hoztátok, és egy évszámot hallottunk is, konkrétan a 1492-es évszámot, és akkor csak oda nézzük. Köszöntök én is mindenkit, hogy itt a feladat nem az volt, hogy magával a pénzőket mesélni, hanem annak kapcsolatban asszociációkat elindítani és beszámolni, hogy milyen gazdasági folyamatok állnak a háttérben, azért úgy gondolom, hogy nem állt, hogy csak valamit a pénzekről magukról is tudunk. Ugye ez volt a spanyol nyugaszállós ezüstpénz, amit más néven spanyol zsoldának is szokott nevezni. Ez egy nagyon általánosan használt pénz volt, nem érzem spanyol dollár, ugye ez volt a 16-19. Századi időszak, amikor Európában és az egész világon talérbeliódósnak hívták ezt a korszakot, mert mindenhol ez a nagy ezüstpénz volt forgalomban. És ugye a spanyolok is, egyrészt Magyarországon, másrészt a gyarmataikon, tehát például ez a perui pénz, perui nyugosztrálos, vagy pezó, vagy spanyol dollár éppen is ismert címlet, amin egyébként nem inka szimbólumok vannak, hanem spanyol címet, elemeket látunk rajtuk, és ennek ugye az az oka, hogy ezek a pénzek Európa mi spanyol gyarmaton készültek, a spanyol felhatóság alatt álló területen. És ezek gyakorlatilag ebben a térségben általánosan elfogadott fizetőeszközként voltak használva. Köszönöm, megyünk tovább arra az egyes asztalunkhoz, ugye? Nagyon szépen beszéltetek, de nagyon szépen elmondtátok ezt a témát is. Én az időt egy kicsit hiányoltam, hogy ezt azért be kellett volna tárolni jobban, hogy hova is, miben is gondolkodjunk, a első ipari forradalomról beszélünk. Talán azt is lehetett volna hangsúlyozni, ugye a pénz, amit kaptatok, az is erre utalott a papjából indult el, de nagyon szépen elmondták a találmányokat, sok találmányokat idéltetek, őszhajóval kapcsolatban is elhangzottak információk, illetve hát még vannak hatásaira, a globalizációra is idéltetek, hogy... És jön az arany a pénz, szóval. És amit angol aranypénz lehetett mindenkinek a kezébe vennie, az pedig az úgynevezett sovereign elnevezésű aranycím, mert ez körülbelül 8 gram súlyú aranypénz volt, amit 1817-től folyamatosan vertek 1917-ig, aztán még néhány évig tovább, majd 1957-től napjainkig folyamatosan készítik ezt az aranypénzt, de ez csak 1937-ig volt általánosan használt törvényes fizetőeszköz, és most már csak nemesként van felhalmozási eszközeként természetesen bárki gyűjteni. Ugye feltűnő, hogy ezeket a pénzeket nincs színlet megjelölés, itt egyszerűen a bénete és a nemesfém anyag adta meg, hogy ezt hogy hívják. Egyébként a szuverén elnevezés, ugye ez a szuverén uralkodóra utal, tehát akinek a bordéja az elő lapon látszik. Köszönöm, akkor mondjuk a hármas asztalunkhoz, hogy ők Mátyás király. Szerintem nagyon szépen bemutatta a feladatot. Jól elmondtam, mi a Mátyás gazdaságpolitikájának hátterét is, beszélt magáról a reformról, az adó- és pénzügyi reformról, talán az évszámot meg kellett volna jelölni. Mikor is? 1467. május 25-én fogadta el a rendi ülés, nagy nehezen gondolom, mert hogy nem éppen a rendeknek kedvezett ez a döntés, ez igazán a közgondoság megvonatja létrehozására. Megerősítésére irányul, de nagyon jól elmondtátok a hátterét, a külpolitikai célokat is, beszéltetek a zsoldos hadseregről, a vaszálosokról, nem, mert az is része volt egyébként ennek a zsoldos hadseregnek, sőt, hát
De az az érdekessége, hogy a Fekete Hadsereg állandó tagjai az állandó létszám 15 ezer fő volt, masszádosan meg 10 ezer voltak, úgyhogy ezen volt egy kis erő. De ezt az állójában mondom, ezt nem kellett tudni, csak érdekességképpen. Azt gondolom, hogy, nagyon, nagyon jól és logikusan felépített. Köszönöm, és a pénz? Mátyás arra a forintját lehetett kézbe venni, lehet látni a képen. Ugye tudjuk, hogy tavaly ünnepeltük a forint 70. születésnapját, hiszen 46-ban vetették meg. De Magyarországon szemben 700 éve van forint, csak eredetileg még aranyból készültek ezek a forintok. És Mátyásnak is volt természetesen aranyforintja. Erről azt kell tudni, hogy az előbb a padonban Szűz Mária gyermek Jézussal látható, illetve a hátunkon Szent László álló alakját lehet megfigyelni. És ez az aranyforint nagyon értékes volt, 100 denártért, és emiatt később a 100 denárnyi összeget hívták forintnak. És még egyet kell tudni, hogy ugye a madonna ábrázolás először Mátyásnak az 1470-től vett pénzeire került rá a pénzei. Viszont ez a legnagyobb magyar éremképi motívum, hiszen még a 1930-as évek végén Bengő címleteinek is jellegzetes éremkép jelen van rá. Köszönöm, és akkor végül a hármas, azt a tényleg. Gazdasági okai jelentelem, ez biztos a gazdaság felnőrését. Itt is szépen felépített feleletek hallhatunk. Arról nagyon szépen beszéltetek, hogy, ennek aztán Anglia és a gyarmatok közötti, Észak-Amerika gyarmatok közötti feszültségnek a következménye, hogy ennek mi volt az oka, esetleg érdemes, hogy a Kelet-Indiai Társaság monopóliumát megtenni, de a kereskedelmére kapott, de hogy milyen feszültségek voltak, és hát végsősorban ezért is tört ki a függetlenségi háború. Egy évszámot szintén örültem volna, nem hallottuk, legalább a bosszani, de azért nem, hogy bárkább ilyen ez az időszak, 1973, tehát lehetett volna több évszámot is mondani. Volt azért két percben sok minden nem fér bele. Így is végig voltak. De igen, így van, legalább a százalék jó. Nézzük a pénzüket. A képen látható, hogy 1899. évben per amerikai ezüst egy dolláros. Ugye az Egyesült Államokban egészen még a 19. század közepéig is egyébként a spanyol dollárokat használták törvényes fizetőeszközként, annak ellenére a dollárok venése már megindult 1894-ben. Ugye az első ezüst dolláros 1894-es, és ennek az az érdekesség, és sajnos ez pont nem 90-es, a mi gyűjteményünkben ez a legkorábbi, legfiatalabb amerikai pénz, hogy a világ legdrágábban eladott pénze, amit 2014-ben New York-i átverése 10 millió dollár fölött adtak fel, az pont egy 1894-es amerikai dolláros. Köszönöm szépen szakértőinknek a értékes gondolatokat, köszönöm és köszönjük meg mindannyian nekik a figyelmet. És akkor a júlia szó kérem szépen, hiszen a pontozás következik, akkor nézzük sorban, van-e valami kíváncsiak, hogy hol kezdjük, vagy mindegy, hogy egyes asztalra kezdünk, akkor tessék parancsolni. 8, 13, 17, 4, 21, ugyanígy szerint 15, 21, 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 így könnyű számolni, 24, mit jelent a pontos évszám?
hiszen az elég portugálok azok korábbi térkép helyett a későbbit használták, és nekik nem 30 ezer kilométer volt az egyenlítő, hanem 40 fölött. Azt mondták, ez a Kolumbusz bolond, tehát miért onnan kerüljük meg a világot? Miért nem mennek Afrika föld? Amikor talált valami a Kolumbusz, akkor észbe kapta, hogy valamit kell venni. De az egy kontinens. És mondták hajósaiknak, hogy Afrikát megkerülve, kedjetek már egy picit, itt találták meg azt a csücsköt, hogy Brazília, és ezért van az, hogy az egész spanyolkodó kontinensen van egy hatalmas európai méretű portugál nyelvű ország. A Tordesillasi egyezményel elosztották maguk között a portugálok és amerikaiak a világot. Hát ennyi még a jó térképekről és a felfedezésekről. Kérem szépen közelünk ajánlhoz, és a Tobol című feladatunk következik, ami egyáltalán nem ismeretlen. Most is úgy játszunk, hogy minden egyes tipp ugye él 3 pontot, de ha plusz egy is sikerdik, akkor 30-at lehet érte kapni, a gondolkodás időt pedig 7-es perc lesz, 7-es, fogjuk majd az órát mutatni, és ha minden csapat megkapta, akkor start, tessék a megoldásra gondolkodni. Az államadóság ezen a központ, vagy AKK, bocsánat ki,
melyik biztosító kockázatok, milyen kockázatok kellett biztosítást kötni. Itt a pénzben kifejezhető biztosított akarátától független, véletlenszerű, azonos vagy hasonló kockázatok esetére. Amsterdam és a Lisszaboni béke volt a megfejtés a EU szerződései közül. Akkor nézzük, hogy a hány hangcső volt az idén. Hát kérem szépen, bizony elég sok. 11 is. Én milyen jogvédelmet szolgál az érdeklődés és termelési tilalom, hogy az állunk jobb volt a megfejtésünk. Melyik szervezetem a tagállamoknak hitelt nyújt az IMF vagy IMF a nemzetközi bankvaluta alap. Az index egy új keleti mutatószám, ez egyes országok vásárlóit hozzát megmutatja. Hát a különböző kaják és italok közül a miknek volt a helyes megfejtés, de nem szellemes, hogy egy ilyen közismert ételre vetíti a sévetlenségre 86 óta a vásárlóval kapcsolatos ügyeket. Melyik szabadkereskedelmi megállapodásból lépett ki az USA? Csendes óceáni partnerségből lépett ki. Ez a Trans-Pacific Partnership Agreement, TPPA. A kilépés 17 januárja. Melyik magyarországi városban gyárművet az Opel, Szent Gotthárdon? A két különböző devizelmű számla között történt átváltás a konverzió, és a plusz egy kérdés, ami csak akkor érvényes, és akkor pontotlan, mint a másik 13 jókor. Tagállamok által beszélt bankbevételek hány száz év kell az unióhoz? 86%-a került, kérem szépen. Hát a zsűri ezen dolgozik, mi pedig tovább játszik. Tetüket kaptak a csapatok, és a szokásos módon mondok állításokat, és azt kérem meg tippelni, hogy ezek igazak vagy hamisak. Ha igaznak vélem, akkor az évedőt kérem, mert a hamisnak akkor a háredőt. Annyi a kérdésem most is, hogy legyen tényezés legyen, hanem tessék fenntartani, mint pedig, amíg abban a táblázatban a kollégáim rögzítik a pontszámokat, hiszen mindegyik jó tippel 2 pontot lehet szerezni, és még 20 pont mit szerezhető. Hát nézzük akkor. Magyarország az 5. helyet foglalja a tagállamos azon sorában az egyfőre jutó EU támogatások alapján állítottak össze. Tessék akkor megfogni és felemelni. Hamis, hamis, bizony minden csapatunk helyesen tippelt, ez hamis, mert 10 korában arról most pedig a második helyen állunk ebben a rangsorban. A második állítása. Megmesül egy megállapodás a versenykorlátozás tilalmával, hogy az ember fakadó előnyök méltányos része a fogyasztókhoz jut. No, melyiket tippeltek? Mentesül vagy sem? Jó, hamis, 2-es, 4-es a jó, hát akkor sem mentesül jelentem a gazdasági verseny miatt, ez szigorúan ellenőrzi. 3. A középvállalkozások esetén a foglalkoztatott létszám nem haladhatja meg a 100 főt. Föl. Hamis, bizony minden csapatok jól tippelt, mert 250 ez az ötös határ. A Liberben a megbízások elszámolása és pénzügy teljesítése azonnal tételesen történik, hangzik az állítás. Na nézzük úgy, hogy igaz ez, hogy az ötös. Igaz, bizony. Az 1-2-3-as kapott ehhez pontot, a 4-es nem. Az 5. A nominális kamat csak azt mutatja meg, hogy pénzük milyen ütemben fog növekedni, míg a reál kamat azt is figyelembe veszi, hogy mekkora lesz a pénz vásárló ereje. Föl. Igaz, minden csapatok jól tippelt, valóban ez egy igaz állítás volt. A barter közvetlen árucseré alakuló kereskedelem. Föl. Igaz, bizony megint mindenki egyenesen tippelt. Bőgő a pontszáma mindenkinek. 7. Az amortizáció egy évnél hosszabb használat idei eszközök egy évre meghatározott értékcsökkenése. Föl. Igaz, 1-2-3 az igaz. 8. A Visa kártya kibocsátó intézmentes technológiát PayPal-nak nevezik. Föl. Hát ez hamis. 2-es, 3-as, 4-es tippeltől, mert a PayWave ez az elnevezés, ami a Visa kártya kibocsátás intézmentes technológiáját jelenti. 9.
és a diákhitel törlesztő részlet a kötelező törlesztés időszak első két évében az átlag jövedelem után kerül megállapításra. Föl. Hamis bizony mindenki ott ítelte a minimál bér. És végül a tizedik. Szabadul, hogy mellett az utolsó feladványnak az évben. A kockázati tőke célja, hogy tőkeemeléssel zárkori társaságokban szerezzen üzletrészt, fejlessze, támogassa a céget, majd később részesedését értékesítse. Föl. Igaz, bizony, és ez mindenkinél helyes. Hát kérem szépen itt most megint összegezzük a pontszámokat, és a végeredmény majd a totus elmények eredményében terül ki. Kettes asztalon mind a 20-at megszerezte, nézzük akkor az összesített táblában. Na, kérem szépen az állás miatt meg az, hogy a kettes asztalon vezet 193 ponttal, 184 pontos négyes asztal eredés, 168 a 3-as év, 147 az 1-es év. Tehát itt a zsűriért szó, ismertessen a totó eredményeket, és minden kollégáim fel is jelzik. Az 1-es csapat csak 20 pontot ért el, a 2-es csapat 20 pontot ért el, a 3-as csapat 24 pontot ért el, és a 4-es csapat 20 pontot ért el. Valahol az első sorokban foglalnak majd helyet, hogy könnyebben emeljenek.